óránkban már még hallották a számokat, a lehetőségeket, azt kell mondani, hogy talán lehetetlen sikerült. És eszembe jutott az a mondás, amit én a Fina VB zárásakor Mohamed Ali-től idéztem. Megengedik ezt, amit meg is elmondanám most. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amelyen a kis emberek próbálkoznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilatkoztatás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Azt gondolom, hogy ebben az egy idézetben minden benne van, és önök, akik itt ülnek, és önök, akik a turizmussal foglalkoznak, azok a kitüntetettek, akik már most is szívből gratulálok, akik ma díjat kapnak, megcsinálták a lehetetlent. Ez egy szívből gratulálok, de mégis valami ajándékot én még így adnom önöknek. Nagymamám 103 éves, és ő azt mondta, hogy fiam, ha beszélgetsz emberekkel és nagy társaságokkal, valami ajándékot adják nekik. Én megérdik, hogy önöknek átültenek egy videót. Ez a videó a kormánynak készült, pár hónappal ezelőtt, és a Fina VB-nek egy összefoglaló anyaga. Azért érdekes lesz ez a videó, mert amit önök itt, mint a magyar turizmusért együtt dolgozó szakemberek, kollégák, kolléginák éreznek a turizmus iránt, amennyire fontosnak tartják önök a turizmust, ebben a filmben benne van. Benne van egy kicsit a hazaszeretet, benne van a magyarság, és benne van az, hogy sikerült megcsinálni. Köszönöm, hogy együtt tudunk önökkel dolgozni a turizmus fejlesztéséért, és köszönöm, hogy meghallgattak és jöttek.